Time-mal jövök. Izgalmas, érdekes esettanulmányokat hozok nektek, mert nagyon tanulságosak. Ugye most ebben a hónapban a születés, az újjászületés a fókuszunk. Ez van lézerfókuszban nálam is, nálam már hónapok óta egyébként, tehát ezek a folyamatok nálam azért eltartanak hosszabb ideig, és felépítődnek. De most szeretnék nektek olyan esettanulmányokat, esettörténeteket mesélni, ami szerintem nagyon-nagyon tanulságos, és ezeket mind egyéni konzultációban az ügyfeleim engedélyével mesélem el, természetesen név nélkül. Tehát nem felismerhető a történet, nem fogod tudni, hogy kiről van szó, bármelyikünkről lehet szó, és egyébként lehet, hogy pont a te sztorid is egy hasonló. Úgyhogy nézzük is, hogy mit hoztam ma. Az egyik téma, ez egy nagyon-nagyon kedves ügyfelemnek a történetem, aki az egyik első ügyfelem volt, és ez már több mint 10 éve történt. Ez a hölgy már régóta szeretett volna babát, és a párjával régóta, évek óta próbálkoztak. Mindennek keresztül mentek, volt már mindenféle beavatkozás, sehol sem jött össze a baba. És végső elkeseredésében egy barátnője volt nálam, és azt javasolta, hogy próbálja meg, megpróbálta, eljött hozzám. Nagyon érdekes volt maga a folyamat, elkezdtünk együtt dolgozni. Ő mondta, hogy ez az utolsó, úgymond, szalmaszál, vagy reménysugár, amiben belekapaszkodik, mert utána már az örökbefogadáson gondolkodtak, hiszen már minden olyan utat bejártak, ami lehetséges volt ahhoz, hogy gyermekáldás következzen be az ő életükben, és nem sikerült egészen odáig, amíg el nem kezdtünk együtt dolgozni, és ezen a folyamaton végig nem ment. Az elején ugye a jelenben lévő elakadásokat dolgoztuk ki, mint például félelem attól, hogy ugye plusz kilók lesznek, nem lesz kívánatos a párjának, nagyon erős félelem volt a pénzügyi félelem, volt egy nagyon-nagyon szuper karrierje, amit felépített, és nagyon félt attól, hogy majd gyermekáldás következik be, akkor mi lesz az ő karrierjével, vissza fogják őt fogadni, vagy munkanélkül marad, hogy lesz az ő sorsa, ettől nagyon-nagyon félt. Nem véletlen, hogy az ilyen félelmeket érdemes feltérképezni, érdemes megnézni, mert ezek tényleg tudják akadályozni a gyermekáldásnak az útját. Amikor ezeket a jelenben lévő akadályokat feldolgoztuk, akkor tudtunk elkezdeni menni a múlt felé, és elkezdtek szépen jönni azok a témák, azok a dolgok, amik akadályozták az ő megfoganását. És képzeljétek el, hogy konkrétan egyetlen egy történet volt, ami iszonyatosan eltorlaszolta ezt az egész történetet, az pedig a dédnagymamájának a története volt. Elmondok itt egy apró szabályt, vagy apró dolgot, amit nagyon sokan nem tudnak, pedig ez egy ökölszabály, ez egy ilyen alapigazság, hogy ugye tudnod kell azt, például családállításban, hogyha tanultál, vagy voltál már családállításon, akkor vannak különböző törvények, amik tényleg működnek. Lehet, hogy nem tudod, hogy mi történt a dédnagymamáddal, az ők nagypapáddal, vagy a nagymamád testvérével, de az ő életük, az ő élettörténetük, az ő döntéseik, veszteségeik, fájdalmaik, kudarcaik, ugyanúgy a sikereik, örömeik és boldogulásuk, és eredményeik ugyanúgy a te életed is hatással vannak. Úgy hívjuk ezt az energetikát, amit működik a családon belül, hogy morfogenetikus mező, és ugye itt vannak örökölt családi minták, és még hosszan sorolhatnám, amit innen hozunk. Én ezzel részletesen foglalkoztam az elmúlt években, ugye tanfolyamokat tartottam, könyvet írtam, amiben erről szó van, szóval én úgy gondolom eléggé belástam magam a témába, és hát több mint 1000 embernek tudtam segíteni, ugye egyéni konzultáció keretein belül, szóval én azt gondolom, hogy van egy kis belelátásom ebbe a témába. De most az ő történeténél az volt a nagyon érdekes, hogy nagyon szeretett volna az egyik oldalon kisbabát, a másik oldalon viszont iszonyatos félelem és rettegés volt benne, és nem tudta megmondani, hogy miért. És egész egyszerűen kinyitottuk ezt a kaput, és jött ez a történet. És a történetnek az volt a lényege, hogy ugye világháború, vidéken vagyunk a szántóföldön, és hát a dédnagymamát sajnos, a férje ugye a fronton volt, nem volt férfi, nem volt védelem, és a dédnagymamát ugye egy orosz katona sajnos hát elkapta, és abból egy gyermek született.
És ez egy hatalmas szégyenfolt volt az ő családjukban, iszonyatos negatív sorozat indult el ebből, hiszen hazajött ugye a dédnagypapa, és mikor látta, hogy hát bizony történtek itt dolgok, és ő nem volt itt, tehát nem az ő gyermekét várja ugye a párja, onnantól kezdve ugye jött az agresszió, az erőszak, az ital, nagyon komoly negatív következményei voltak ennek a párkapcsolatra nézve és a családra nézve. Ugye ez a félelem ott volt ebben a hölgyben, ő nem tudta ezt a történetet, nem tudta a dédnagymama sztoriát, semmit nem tudott erről. De ő volt, aki mesélte, hiszen előjött ez, ezek ott vannak ezek az információk, ott vannak ezek a történetek, ehhez te is hozzá tudsz férni. Persze érdemes segítséget kérni, mert hogyha hozzáférnél, akkor már eddig is meg tudtad volna tenni. Tehát, hogy nagyon jó, hogyha van egy segítő, akivel ezt meg tudod biztonságos keretek között tenni. A lényeg az, hogy a dédnagymama ugye megszülte ezt a gyermeket, viszont ugye mivel látta, hogy hát finoman szólva sem támogatott a környezet és a helyzet, ezért nem ő nevelte föl kislánynak adott életet egyébként a lányát, hanem odaadta a szüleinek, és a szülei nevelték föl ezt a gyermeket, és hát még egy kicsit el is volt titkolva, hogy kik az igazi szülők, tehát ugye ezért itt a családi titkok is előjöttek. Erről megint külön tudnék mesélni, hogy ennek milyen hatása van az életünkre és az energetikákra. És az a lényeg, hogy ugye a nagymama felnőtt, megint egy boldogtalan házasság következett. Ja igen, mik a következmények? Ez egy nagyon fontos dolog. Én mindig szeretem megnézni a következményeket. Ugye a dédnagymama szomorúság, fájdalom, nagyon sok negatív érzéssel volt végig a terhesség alatt. Szégyen volt a legerősebb. Utána ugye ez a kislány, aki felnőtt, ugye, aki a lányzónak volt ugye a nagymamája, őt úgy nevelték föl, hogy nem nagyon kapott érzelmeket, nem nagyon kapott szeretetet, nem volt ölelés, nem volt semmi olyan dolog, ami kötődést indíthatott volna el benne, nem tudta a szeretetet érzékelni, sem befogadni, sem utána adni. Ugye ez a párkapcsolatában egyértelműen negatív dolgokat hozott elő, nem tudott kapcsolódni a párjával, nem volt boldog párkapcsolat, és neki is egy lánya született, ugye a hölgynek az édesanyja, aki, hát ahogy ez a lány elmondta, jégcsap, vagy jéghercegnő, vagy jégkirálynő, tehát semmilyen érzelemkimutatás, soha nem mondta neki, hogy szereti, soha nem ölelte meg. Tehát igazából egy ilyen nagyon rideg, nagyon hideg édesanyát kell elképzelni. Ezt mindig, el szoktam mondani, hogy mindig oka van, hogyha valaki így viselkedik, vagy így él, tehát valamilyen traumája van, valami nem kapott meg, valamilyen hiány van. Persze ez nem mentesíti őt az alól, ami történt, és ahogyan őt felnevelte, mert hiszen neki ebből nagyon sok negatív tapasztalata, érzése, élménye volt, és nagyon sok traumája volt egyébként, amin dolgoztunk. De ő volt az első, ez a lány volt az első a családban, aki hát úgymond rá lett kényszerítve arra, ugye a fogantatás problémája miatt, hogy nem sikerül ugye a fogantatás, hogy utána járjon ennek a dolognak, és elkezdje a családjában feltolult, különböző negatív érzéseket, különböző szégyeneket, traumákat feldolgozni. Ő is megtette volna, hogy nem dolgozza fel, ahogy a felmenői, de neki már ott konkrét fizikai blokk akadály volt ugye pont a családalapításon. Na most az volt a lényeg, hogy egyetlen egy ilyen konzultációnk volt ebben a témában, egyetlen egyszer dolgoztunk ezen, teljes úgymond hitetlenség volt ebben a lányban. Mindig lányt mondok, de egy 38 éves hölgy volt akkor. És nagyon érdekes volt, hogy azt mondta, hogy hát nagyon én ezt megkérdezem anyámtól, mert ezt nem elhiszem, de hogy nem hiszem el, hogy tényleg, hogy ennyire látom a sztorit, hogy ennyire jön minden, hogy ennyire tudom, hogy a zsigereimben tudom, hogy mi a gond, a sejtjeimben érzem, hogy mi a gond. Képzeljétek el, a lényeg az, hogy egyrészt ugye megcsináltuk azokat a dolgokat, amiket meg kellett tennünk, felszabadult, sokkal jobban érezte magát a Judit, nagyon boldog volt, tehát önfelett volt, szabad volt, fú, nagyon jól érezte magát, és utána mondta, hogy beszélt az édesanyjával, és hogy az anyukája egy teljesen be volt döbbenve, hogy ő honnan tudja ezt a sztorit, hiszen senki nem mesélt neki róla, és akkor mesélt életében először az édesanyja neki arról, hogy mit tud ugye a nagymamának az életéről, mit tud a dédnagymama életéről, és elmesélte a családi történetet, ami egyébként ugye egy nagy-nagy fekete lyuk volt, és szégyenfolt volt az ő családjuk életében,
Mert hát hiszen ugye megesett asszony volt, az egy másik dolog, hogy önhibáján kívül, tehát hogy ugye ha háború van és katonák különböző negatív dolgokat csinálnak, persze, hogy vannak következményei, de most ez egy olyan dolog, hogy szerintem normális emberek nem ítélnek el miatt valakit, ha nem tehet róla, ugye. Most ez az én véleményem, ez most zárójeles volt. Na most, ugye ez egy nagyon nagy szégyenfoltot ütött ezen a családon, és ez végigvonult az egész generációs vonalon, és a végén ott volt ugye ez a lányzó, aki ugye a negyedik generációs tag volt, és ott már ugye nem jött a baba, mert hogy ugye annyira feltorultak ezek a dolgok, és nem voltak megoldva. Egyébként, mint kiderült, már édesanyának is voltak ezzel kihívásai, problémái, de ez a lányai meg tudott ugye természetes úton fogadni és születni, de neki már itt azért voltak kihívásai. És hiszitek vagy sem, megcsináltuk ezt az oldást, megcsináltuk ezt a konzultációt, és utána 2 hét múlva telefon, SMS, jó híreim vannak, természetes úton otthon megoldottuk, és jön a baba, pozitív a teszt. Mondtam, nagyon szuper, nagyon-nagyon örültem neki. Ez volt az a úgymond dugó, amit ki kellett húzni, az az energetikai blokk, az a szégyenfolt, ami miatt ő tudatalatt akadályozta, félt tőle, nagyon-nagyon rettegett tőle, hogy nehogy ő is szégyenben maradjon, ugye? Tehát, ugye azt kell megérteni, hogy az örökölt családi mintáknál automatikusan ismételjük ugyanazokat a mintákat. Azt kell megérteni, hogy ezekről mi nem tudunk, hát nem tudjuk az összes felmenőnek a sztoriát. Viszont ezek hozzáférhető információk. Hogyha okos vagy, akkor ezekkel dolgozol, hogy ne ismételd ugyanezeket a mintákat és ugyanazokat az életeket, akkor sincs baj, hogyha már ez megtörtént, de lehet ezeken dolgozni, és ezeket el lehet engedni, ezeket ki lehet szépen tisztítani, és ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, ez egy nagyon nagy ajándék. A lényeg, hogy 6 hónapos terhesen újra felvette velem a kapcsolatot, és örömmel mesélte el, hogy kisfia fog születni, minden rendben van, nagyon-nagyon boldog az egész család, és egyébként azóta is nagyon boldogok, és élik a szuper életüket, és mennek előre az életben. Tehát, hogy semmilyen inszemináció, lombik program, semmilyen művi beavatkozással nem sikerült ugye a gyermekvállalás. Azt kell megérteni, hogy ha a lélekben vannak elakadások, akkor az blokkolja a testet is. Tehát hiába próbáljuk nagyon sokszor megerőszakolni magunkat, a testünket, testlélek, szellem hármasságát, egységét nem fogod tudni felbontani. Felbontod, akkor onnantól kezdve viszont, hát ott már nem lesz harmónia, és annak komoly következményei vannak. Szóval, ez volt az egyik történet, amit szerettem volna megosztani veletek, és miért tartom fontosnak, hogy erről beszéljünk, és ezt tudja te is? Mert egyszerűen iszonyatosan, hogy is mondjam, kevesen tudnak még mindig arról, hogy mennyire nagy ereje van egyébként a családi történeteknek, a családban megélt különböző érzéseknek, helyzeteknek, és ez milyen hatással van például a saját életünkre, és milyen hatással van akár a saját születésünkre, a saját ugye, életünknek az előremenetelére, és aztán majd ugye a saját gyermekvállalásunkra. Azért is mondom ugye ezt a témát, akik most még látom, hogy érkeztek folyamatosan, mert hogy születés és szülés témában, fókuszban vagyunk most ebben a hónapban. Hoztam még egyébként történetet, kíváncsiak vagytok rá? Egyébként én is nagyon kíváncsi vagyok rátok, hogy nektek milyen történeteitek vannak. Hogyha van saját sztoritok, amit már így kikutattatok, vagy megoldottatok, vagy rájöttetek arra, hogy a saját születéseteknél valami hatással volt az életetek alakulására, vagy van olyan minta, amit újra és újra ismételtek, akkor meséljétek el itt kommentben. Vagy ha van kérdésetek, akkor írjátok meg, nagyon szívesen válaszolok. Most egyébként pontos fogok kitenni ugye a csoportunkba. Van ugye a Mind and Body Club, ez a szuper közösség, önfejlesztő közösség, ott ugye sokkal szorosabb kapcsolatban vagyunk, az a belső kör, ott fogunk beszélgetni, és ott ugye ajándék most egyéni, tehát én ezt úgy szoktam hívni, hogy egyéni, hogy is van, várjatok, mm.
egyéni fejlődési tervet fogjuk átnézni mindenkivel egyenként, persze aki szeretné, tehát ez egy abszolút extra bónusz lehetőség. Én ezt szoktam csinálni, mert ezt nagyon szoktátok szeretni, hogy átnézzük, hogy neked mi a legnagyobb hozzájárulás az életedhez, ha most mind dolgozol az önismeretedben, és nagyon szoktátok szeretni azt, hogy ez így nagyokat rúg rajtatok előre, és gyorsabban tudtok haladni. Viszont ugye a Coaching Könnyedén díjmentes csoportunkba gyertek bátran, illetve a Mind and Body csoportunkban az is díjmentes, gyertek bátran. Ott fogunk most beszélgetni ezekről a témákról. Tudtok kérdezni, kérdéseket feltenni, és a kérdéseitek alapján fogok majd a következő videóban hozni válaszokat, úgyhogy nyugodtan hozzátok majd a kérdéseiteket. Itt pedig a kommentben írjátok meg, ha vannak ilyen felismeréseitek, mert nagyon kíváncsi vagyok, imádom ezeket a történeteket én is. Én ezeket nagyon-nagyon szeretem, nagyon sokat lehet ezekből tanulni. Na, következő történet, az pedig egy másik kedves ügyfelemnek a története, aki úgy került hozzám, hogy azzal keresett meg, hogy egész egyszerűen nem sikerülnek a párkapcsolatai. Ő a 30-es évei elején volt, 28, 29, 30, 31 éves lehetett, és az volt a lényeg, hogy nagyon jól alakulnak, nagyon jól indulnak a párkapcsolatai, de egy idő után valahogy mindegyik így gajra fut. És nem értette, hogy miért. Egy gyönyörű nőről van szó, sikeres volt a hivatásában, több nyelven beszél, diplomás, tehát minden, amit azt mondott, hogy minden megvan, ami ahhoz kell, hogy ő egy kiegyensúlyozott, magabiztos, magával rendben lévő nő lehessen, és mégsem volt minden rendben. Elkezdtünk dolgozni, és nagyon érdekes dolgok derültek ki. Csak azért mesélem ezt a történetet, hogy lásd, hogy mennyire befolyásolja a születésed, az életed alakulását, a párkapcsolatod alakulását, az intimitásodat, a szexualitásodat, és egyébként a gyermekvállalásodat, mert ezeket mind befolyásolja. Egyébként befolyásolja még az önszeretetedet, az önmagaddal való kapcsolatodat, az önmagaddal való viszonyodat, az önbecsülésedet, önbizalmadat, és bizony a saját érzelmeiddel való kapcsolatodat is, és a saját testeddel való kapcsolatodat. Ha megnézzük, akkor szinte mindenre hatással van. Na, szóval, elkezdtük felgombolítani ezt a fonalat, és arra jöttünk rá, képzeljétek el, hogy egész egyszerűen nem tudja beleengedni magát érzelmileg a párkapcsolataiba. Tehát mindig van egy ilyen 10 lépés távolság. És ahogy azt érzi, vagy azt érezte egy kapcsolatban, hogy valaki próbál közelebb kerülni, egy intimebb helyzetbe kerülni, és most nem feltétlen testileg intimebb helyzetre gondolj, hanem akár lelkileg, tehát hogy beszélgessünk mélyebben, mesélj a gyerekkorodról, mik a céljaid, mi a fontos neked, stb. Már ott jött egy riadó, lezárta a kapcsolatot, és kimenekült az egészből. Közben iszonyatosan vágyott arra, hogy egy intim, egy boldog, egy kiegyensúlyozott párkapcsolata legyen. Tehát itt volt megint ez a kettősség. És ilyenkor szokott az jönni, hogy mindig az az első kérdésem, hogy mitől félsz. És ilyenkor nem szokták tudni az emberek megmondani, hogy mitől félnek. Valamitől valamire félnek, de nem tudják megmondani, hogy mitől. Általában, hogyha te tudod, akkor szuper. Akkor mesélj, mitől félsz. Ezzelben ez a nagyon nagy lépés valakinek az önismeretben, amikor rájön arra, hogy valójában én mitől félek, mert nagyon sokszor, ez is egy nagyon érdekes tanítás, hogy nagyon-nagyon sokszor van az, hogy mondok valamit, hogy mitől félek, de az valójában csak egy álca, egy illúzió, amivel elfedem azt, amitől valójában félek, tudtok követni? Tehát, hogy nagyon fontos, hogy reális önismereted legyen. És ebben nagyon jól tud neked segíteni egy segítő, egy coach, egy mentor, akár én is, hogyha szeretnéd. Szóval a lényeg az volt, hogy rájöttünk erre a mintára. Megvan a minta, szuper, megvan a fonal, és akkor a következő az, hogy ez honnan indul el. Azonnal jött, hogy honnan indul el. Képzeljétek el, ennek a lánynak az volt a sztoria, amikor megszületett, akkor abban az időszakban, még mások kezelték a dolgokat, ő besárgult. Megszületett sárga lett, besárgult, sárgaság, és akkor abban a kórházban úgy kezelték ezt a helyzetet, hogy betették őt, de teljesen normál időben született, tehát nem lett volna ennek szükségessége, de betették őt egy inkubátorba, tehát nem lehetett az édesanyjával, nem volt érintés, nem volt aranyúra, semmi nem volt. Megszületett, jöttek a vizsgálatok, valami érték nem volt jó, utána besárgult, szépen berakták őt egy külön kórterembe,
inkubátor, érintés semmi, emberi kapcsolat semmi, és 2 hétig az édesanyja nem vehette a kezébe. Semmilyen szinten nem érintkezhetett vele. 2 hét az iszonyatosan hosszú idő egyrészt, másrészt pedig ugye itt nagyon-nagyon sok sérülés történt abban az időben. Miért? Az édesanyjával nem tudott kialakulni ugye az a nagyon-nagyon fontos kötődés az elején, aminek meg kellene történnie a kisbabának az édesanyjával. Nagyon sok minden kimaradt nekik. Az érintés, az illatok, nagyon-nagyon sok minden. A szoptatással ugye utána problémák voltak. Hát el tudja mindenki képzelni, most nem sorolom fel az összes következményt, de hogy hát utána nagyon nehezen tudtak egymásra hangolódni. Tehát az édesanyja sem tudott vele nagyon utána már így, nem azt mondom, hogy nem tudott vele mit kezdeni, de hogy ez felnőtt korban is beszéltek arról, hogy bizony-bizony nehezen tudták megtalálni egymással a kapcsolódást. Tehát, hogy nem volt ez az igazi anya-gyermek viszony, hanem egy ilyen fagyosabb, kimértebb, kicsit ilyen hivatalosabb, hogy úgy mondjam, mert hogy egész egyszerűen nem volt meg az a kötődés, és utána már nem tudtak ezen így túljutni, nem tudták bepótolni ezt a kimaradt időt. Meg lehetett volna oldani, csak ugye sajnos nagyon sokan nem tudják, hogyan lehet ezeket ugye megoldani, és hát nem volt segítség. A lényeg az, hogy ugye ez a távolságtartás, az, hogy nem tudok érzelmeket kifejezni, nem tudok érzelmeket áramoltatni, kötődési problémák, mert ugye hát a lánynak ugye, valljuk be, kötődési problémája van, ezért alakította az összes párkapcsolatát úgy, bármennyire is szerette az aktuális párját, hogy menjünk szét, hogy szakítsunk, hogy legyen vége, mert ez az el vagyok hagyatva, elhagyatottság érzés folyamatosan újra lett játszva az ő kis életében. El vagyok hagyatva, el kell, hogy legyek hagyatva, hiszen a születésnél is engem elhagyott az édesanyám, ezért nekem ezt kell újra és újra megtapasztalnom és megélnem. És ahogy erre rájött, és ahogy ezt így megoldottuk, most hiszitek vagy sem, ezt kellett neki ahhoz, hogy a mindsetje megváltozzon, érzelmileg ezt helyre raktuk, megértette, hogy mi miért történt, minek mi a következménye, mik az összefüggések, és utána pár hónappal később lett is egy kapcsolata, és a mai napig együtt vannak. Nem volt zökkenőmentes, de annyira okos és tudatos ez a hölgy, hogy dolgozik magán folyamatosan, mélyíti az önismeretét, dolgozik az önszeretetén, dolgozik a kötődési problémáján, és akárhányszor beindul nála ez a pánik, mert azért ezt nem tudod kigyomlálni azonnal, tehát ezen érdemes dolgozni, ezt azért szeretném elmondani, mert sokan gondolják azt, hogy ó, hát akkor most ezt megugrottam, akkor innentől kezdve minden oké. Lehet, de azért alapvetően, hogyha van egy 30 éves mondjuk kitaposott út, ott azért lehetnek azért visszaesések, és ez nem baj, ez normális, csak akkor érdemes azon dolgozni, hogy abból ki tud jönni, és ne újra ugyanazokba a hibákba essél. Szóval vele rendszeresen dolgozunk, és mindig, amikor van valamilyen elakadás, visszaesés, vagy jön a pánik, vagy én úgy szoktam mondani, hogy a piros gombot lenyomták, és menekülne, akkor szépen megnézzük, hogy most valóban menekülni kell, vagy pedig visszajött az a gyerekkori minta, amit ő átélt ott akkor 1-2 hetes korában a csecsemőként. És eddig minden esetben az történt, hogy ez egy újrajátszás volt, és mondom, a mai napig együtt vannak boldogan és békében, és minden rendben van. Szóval nagyon fontos az, hogy mi mit tapasztalunk meg az életünkben, mit tapasztalunk meg például a születésünknél, a születésünk utáni időszakban, hogy mi hogyan vagyunk ugye ott várva, fogadva, hogyan vagyunk kezelve. Az első 9 hónap is nagyon fontos, maga a születés is nagyon fontos, és az utána lévő időszak is nagyon fontos, mert alapvető core élményeket, ugye core ilyen alap élményeket szerzünk, és ezeket fogjuk utána egész életünkben újra játszani. Hiszed vagy sem, ez így működik. Én a saját életemből rengeteg ilyen sztorit tudok mondani, mesélni, és mindegyiknél az pontosan visszamutat a születésre. És nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy ne az ösztönből és ne az újrajátszásból csináljuk a reakcióinkat, hanem tudatosan, oké, most az itt és mostban vagyok, és akkor most döntök. De meg tudod csinálni, te is meg tudod csinálni, csak nagyon fontos, hogy ezt el kell kezdeni. El kell kezdeni ezzel foglalkozni, felszínre kell hozni azokat a mintákat, amik ott vannak a mélyben, amik amúgy irányítanak tudattalanul, rá kell nézni ezekre a mintákra, és utána érdemes ezeket megoldani. És amikor ezen az úton vagy,
iszonyatosan sok felismerésed van, brutál sok mindenre ébredsz rá, és egész egyszerűen olyan, mintha felébrednél, és egy másik, azért másik életed van, mert teljesen máshogy látod az egész életedet. Látod, hogy mi miért van, minek mi a következménye, abból az jött, és teljesen fogod látni és érteni a mozgatórugóidat, a cselekvéseidet, az érzéseid miért úgy vannak, tehát hogy zseniális, szerintem egy hatalmas támogatás és segítség saját mozgatórugóinknak a megértésében. Úgyhogy én nekem például ez egy nagyon nagy téma, és egy nagyon fontos téma, mind a saját önismeretemben, mind ugye az egyéni konzultációs munkákban. Én születéstréningeket is tartottam, születésfeldolgozást, én végeztem ilyen irányú képzéseket is. Engem nagyon-nagyon érdekel ez a téma, hiszen alapjában határozza meg az életünket, az életmintánkat, és egyébként azok a traumák esetlegesen, amiket szerzünk, például egy indított szülésnél, egy beavatkozásnál, türelmetlenek voltak édesanyáddal, vagy bármilyen olyan dolog történt, ami mondjuk nem annyira pozitív, ugye azok hatással vannak ugye utána a kapcsolatotokra és a te életedre, de ezekkel mind lehet dolgozni. Tehát, hogy nem kell azt mondani, hogy ó, neked nem tudom, mi történt, valami történt, és akkor neked úgyis már mindegy, mert neked már ez itt el lett rontva. Szoktam ilyet hallani, én ebben nem hiszek. Én azt gondolom, hogy mindenen lehet változtatni, csak munkát kell, időt, energiát kell beletenni. És nagyon fontos a megértés. A megértés, mert hogyha megérted, hogy mi miért történt, és tanulsz belőle, akkor át tudod fordítani az egészet, és egy pozitívabb dolog tud belőle kisülni. És minden esetben az ügyfeleimnél látom a megértés után, hogy az édesanyjával sokkal kisimultabb a történet. Miért? Mert már nem hibáztatás van, nem harag, nem düh és egyéb negatív érzések irányítják a kapcsolatot, illetve a viszonyt, hanem már érted, hogy mi történt, bele tudsz jobban gondolni, bele tudsz jobban érezni, bele tudsz jobban helyezkedni akár az édesanyád helyzetébe, jobban meg tudod érteni, hogy és mint alakultak a dolgok. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok pozitív haszna van, én azt gondolom, hogyha a saját születés történeteddel foglalkozol valamikor az életed folyamán. Arról pedig nem beszélve, hogyha édesanyja vagy, vagy pedig gyermeket tervezel, akkor pedig ugye a gyermekeidnek az útját is tudod simítani, kiegyenesíteni, még mielőtt ugye megérkeznek. Ha pedig már itt vannak, akkor pedig nagyon jó, ha esetlegesen fel tudod ezeket dolgozni, ha nem olyan volt a szülés élményed, amit szerettél volna, vagy vannak olyan esetlegesen traumák, amiket neked is érdemes feldolgozni, nagyon gyógyító tud lenni. Úgyhogy remélem, hogy tudtam hozni neked olyan információkat, amik elindítottak benned valamit. Bízom benne, hogy te is fogsz foglalkozni majd életed során, amikor úgy érzed, hogy itt van az ideje a saját születés történetednek a feldolgozásával. Iszonyatosan sok ajándékot hoz, saját magadat jobban meg fogod érteni, és az életednek az alakulását jobban meg fogod érteni. Rengeteg sztori van, rengeteg történet van. Ajánlom figyelmedbe akár a könyvemet, Hozd ki magadból a legjobb éned című könyvemet, illetve az egyéni konzultációban történő születés átírást, erre most van lehetőséget, illetve egy meditációs sorozatot is indítok, ahol a születés lesz a fókuszban, és a születésünket, születésmintánkat, illetve az újjászületés energetikáját fogjuk beintegrálni az életünkbe. Ha érdekelnek a részletek, akkor nézd meg, hozom a linkeket, és várlak nagyon sok szeretettel a következő videóban is. Sziasztok!